Április 11-e a Magyar Költészet napja. Erről kérdeztük Jenei Norbertet, a Kistelki Költőklub vezetőjét. Április 11-e a Magyar Költészet világnapja, ennek apropójából kérdezzük Jenei Norbertet, a Kistelki Költőklub vezetőjét. Először is köszöntelek, mióta is ünnepeljük a Költészet napját. Kicsit mesélsz nekünk erről? Igen, én is köszönöm a megkérést, és köszönöm, hogy itt lehetek. Köszöntöm a kedves nézőket. Magyarországon 1964 óta ünnepeljük a Magyar Költészet napját, április 11-ét, József Attila születésnapja kapcsán. Érdekes, hogy egy másik magyar óriási író, Márai Sándor is eznap született, kicsivel hamarabb, mint József Attila, 1900-ban, szintén április 11-én. Általában, főleg ugye 64-től kezdve különböző versmondó versenyeket, versíró versenyeket, különböző műsorokat szoktak szervezni a Költészet napja kapcsán. Ide egy kicsikét ez máshogy lesz, ugye tudjuk, hogy milyen a helyzet itt a Európában, illetve az egész világon. Kicsikét az idén majd máshogy fogjuk ezt megünnepelni. Hogy fogjátok ünnepelni ebben a helyzetben, ezt a gimnáziumban például, vagy az általános iskolában, mik a tervek? A terveim azok, hogy tulajdonképpen online módon fogjuk megünnepelni, mint hogy most az oktatás is minden online módon történik, ez az egész életünk szinte. Én arra gondoltam, hogy versek megosztásával, saját kedves versek felolvasásával, videó megosztásokkal lehetne az idén megünnepelni, egyfajta kis ilyen apró mozgalmat csinálni ebből, hogy ha már az idén úgy alakult, hogy az április 11-ben egyébként húsvét nagyszombatja, és tehát egy óriási egyházi ünnep nekünk keresztény hívőknek, és egy óriási jelentőségű nap lesz. Azt gondolom, hogy a kettőt össze lehetne kötni különböző híres versek, híres költőknek a istenes verseivel is, vagy bármilyen versek, az emberek szívesen olvasnak, vagy szeretnek hallgatni, azokat mindenképpen el lehetne mondani. Otthon videóformában valaki föltölti a megosztókra, az összes ilyen mindenféle honlapra, különböző közösségi médiába, és akkor lehet őket szépen olvasgatni, hallgatni, egymásnak a verseit, a kedvenc verseit megosztani. Okay. Mik a tapasztalatok, mennyire érdeklődnek a mai fiatalok a költészet iránt, és mivel ösztönöznéd őket igazán erre? Gyakorló középiskolai magyar tanárként azt tapasztalom, főleg amikor kötelező verseket kell megtanulni, ez nagyon nem megy. Nem szeretjük, nem csináljuk, határidőre nem mindig tanuljuk meg, illetve gyerekek nem tanulják meg. Viszont, hogyha saját választásuk lehetne, és a saját kedvenc költőikből, saját verséből, akár egymás által írt versekből olvasgatnak, azt sokkal jobban szeretik. És hogy mindig van erre lehetőség, hogy az ember jobban ki tudja magát fejezni. A mai világban ugye ez a hangos média uralt a világban, nagyon-nagyon nehéz a verseknek a vonalát megtalálni, mert ugye a versek azok általában elcsöndesedést, magányt, egy kis intim szféra alkotását igénylik, és a mai világból ez talán hiányzik. Viszont ugyanakkor meg azt is tapasztaltam tanárként, meg ugye dolgozó emberként, hogy az embereknek, főtöknek főleg van igénye arra, hogy kicsikét elcsendesedjenek, mert annyira pörög az életünk, annyi minden lehetőség van. Korábban, hogy 50-100 évvel ezelőtt erre nem volt lehetőség. Most bárki bármilyen telefonjával egészen minőségi kamerafelvételeket készíthet, fotókat, zenéket megoszthat. És hogy ezek az technikai eszközök akár lehetnének egy módszer is arra, hogy az ember önmagát a verseken keresztül is kifejezze. És persze ne felejtsük azt el, hogy a klasszikus verseknek a miensége, a klasszikus verseknek a minősége, a sokszor egyszerűsége és mégis nagyszerűsége nagyon sokat segíthet az életünkbe a különböző kérdéseinkre válaszokat kapni. Gondolok itt a József Attila verse, Radnóti Miklós, Ady Endres, csak a legnagyobbakat említsem a magyarok közül. Ember előveszi otthon a kis kötetét, vagy ha már nincs is kötete, hanem ugye digitálisan minden fönn van az interneten, rákeres, úgy érzi most, hogy egy Radnótihoz van kedve, akár elolvas egy verset. És ez szerintem nagyon fontos ebben a világban, hogy ezeket a perceket, a csendszigeteket találjuk meg, és üljünk rájuk, és használjuk ki, mert ez a fölpörgött világ előbb-utóbb katasztrófához vezetett. A mai világ egészségügyi helyzet, hogy mindenki tudja, hogy a koronavírusról beszélek, is kicsit fejbe kulintja az embert, hogy hoppá, meg kéne állni, el kéne csöndesedni, otthon kéne maradni. Nem csak kényszerből, hanem sokszor ezeket a csendidőket nem találjuk meg az életünkben, mert fontosabb az, hogy egy videót megnézek, egy tévéfilmet, egy interneten bármit, mint az, hogy egy 5-10 percre magamban merüljek, esetleg elő vagyok egy kötetet, vagy az interneten olvassak valami verset. A fiatalokat a kérdésre visszatérve ösztönözném arra, hogy a digitális eszközöket nyugodtan használják föl erre is, hogy verseket olvassak, annak esetleg a sajátjaikat megosszák, videó vagy bármilyen formában. Ez a jövő, ugye a digitalizáció a jövő, de mégis azért érdemes visszanyúlni a régi értékekhez, akár egy jó kis poros könyvet elővenni a polcról, annak az illata, annak a történelme, ami egy könyvtári könyvről is beszélhetnék esetleg, az semmivel sem pótolható.
Mik a tervek a Kisteleki Költőklubnál? Mesélsz el egy kicsit? Igen, 2020-ban elég sok tervünk van a Költőklubbal. Idén már két alkalommal találkoztunk a Kisteleki Erdevárosi Könyvtárban, januárban, illetve márciusban. Terveink között szerepel, hogy minden hónapban egyszer azért összejünk, vagy két havonta legalábbis, és most az is szerepel a tervek között, hogy nem csak a könyvtárban, hanem esetleg így egymásnál. Vannak nagyon szép tanyai környezetben lakik köztünk, vagy faluban, vagy városban, és hogy néha egy-egy tagunkat meglátogatva ott tartanánk egy kihelyezett költőklubot. Ez mellett fesztiválra van meghívásunk szerencsére, az Ugar Fesztiválra, Ókusztaszerre, júniusban. Reméljük, hogy ebből lesz is valami, és a egészségügyi helyzet is megengedi ezt. Ezen kívül gondoltunk mi is arra, hogy egy közös antológiát fogunk, ezt már évek óta tervezik összeállítani. Nyilván anyagi forrásokat kell ehhez még fölkutatni ahhoz, hogy meg tudjuk ezt csinálni, és akkor szerepelnek még a terveink között egy-két kötet bemutató, egy-két alkotónknak hamarosan kötet jelenik meg, és azt majd közösen megszervezzük, megcsináljuk a bemutatókat. Talán ebben az évben most ennyi lesz. A koronavírus járványról kérdeztük dr. Szekeres Szilvia, Kisteleki házi orvost. Dr. Szekeres Szilviát kérdezzük a koronavírus járvány részleteiről. Először is köszöntöm Önt. Pontosan mit is tudhatunk erről a járványról? Mesélne nekünk részletesebben róla. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Szekeres Szilvia vagyok, Kisteleken házi orvos. Ezzel az interjúval segíteni szeretnénk Önöket, hogy ebben a nehéz élethelyzetben hogyan tudnak önmagukra és másokra is még jobban vigyázni. Azzal kezdeném, hogy a legfontosabb, hogy fegyelmezetten és felelősségteljesen viselkedjünk. Arra is figyelnünk kell, hogy mi magunk ne kapjuk el ezt a betegséget, és arra is figyelnünk kell, hogy mi se adjuk át másnak. Várható, hogy Magyarországon is nagyobb méreteket fog ölteni a koronavírus járvány. Tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg. A jelenlegi járványt okozó koronavírus akut légúti tünetegyüttest okoz. Enyhébb és súlyosabb légúti tünetek is előfordulnak. A leggyakoribb tünetek a láz, köhögés, fáradékonyság, de előfordul torokfájás, nehéz légzés, fejfájás, izom vagy ízületi fájdalom, hidegrázás. Ritkább tünet a hányás hasmenés. A fiatal egészséges szervezetek nagyobb valószínűséggel könnyebben vészelik át. Ők is megkaphatják ezt a betegséget. Akiknek krónikus betegségük van, még ha fiatalok is, ez a koronavírus okozta légúti megbetegedés nagyobb valószínűséggel súlyosabb tüneteket és szövődményeket okoz. A legnagyobb veszélyt a szív-érrendszeri és tüdőgyógyászati alapbetegséggel rendelkező idős betegek számára jelenti. Amit tehetünk, hogy a vírus terjedését a legnagyobb mértékben megakadályozzuk. A koronavírus okozta betegség főként cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy ha csak beszélgetünk és elég közel állunk egymáshoz, már átadhatjuk akkor is a vírust egymásnak. Fontos, hogy egymástól legalább másfél-kettő méteres távolságra álljunk. Ne beszélgessünk hosszabb ideig, és viseljünk szájmaszkot. A szájmaszkkal takarjuk el a szánkat és az orrunkat is. Ezzel megakadályozzuk, hogy a mi szánkból tovább terjedjen a vírus. Kisebb mértékben védelmet ad a használója számára is. Kezünkkel se a maszkot, se az arcunkat ne fogdossuk, ne tapogassuk. Már kapható a kavart szájmaszkok is, ezek is nagyon jó szolgálatot tesznek. Érdemes a maszkot cserélni napközben, napi 2-3 maszkot is használhatunk, ha a készletünk engedi. Az egyszer használatos maszkot használat után dobjuk ki, a textil maszkot naponta mossuk és vasaljuk. A maszkot a gumiszalagnál megfogva vegyük le az arcunkról. Aki köhög, tüsszög, használjon zsebkendőt, és a használt zsebkendőt dobja ki a szemétbe. Fertőtlenítsük a kezünket minél többször, akár óránként. Amikor otthonról elmegyünk, például boltba, és megfogtunk különféle tárgyakat, amikor hazaérünk, akkor is fertőtlenítsük a kezünket.
a kesztyű használatról megoszlanak a szakmai vélemények. Ha kesztyűt használunk, a saját kezünket védjük. Ha kesztyűs kézzel vagy kesztyű nélkül is megfogunk bármilyen tárgyat, számolhatunk azzal, hogy akár a kezünkre, akár a kesztyünkre koronavírus került. Ezért fertőtleníteni kell nagyon gyakran a kesztyünket is, és a kezünket is. Amit gyakran megfogunk, például a táskánk, pénztárcánk, az autó kormánya, kulcsok, ajtók, kilincsek, stb. Ezeket mind fertőtleníteni kell. Hazaérkezéskor a ruhánkat cseréljük le, és amit az otthonunkon kívül használtunk, egyből mossuk ki. Az előszobák, cipők fertőtlenítésére is fektessünk hangsúlyt. Mind az alkoholos, mind a klóros fertőtlenítők, a klóros háztartási takarítószerek is megfelelőek, például a hipodomestos. Három fogalmat szeretnék tisztázni. Az egészséges, a tünetmentes vírushordozó és a tünetekkel rendelkező beteg ember fogalmát. Koronavírus betegség szempontjából egészséges az az ember, akinek a szervezetében nincs koronavírus, ő nem fertőz. A tünetmentes hordozó az, akinek még nincsen tünete, de a vírus már a szervezetében megtalálható, és terjeszti is a vírust úgy, hogy nem is gondol rá, nem is tud róla. Ez a legveszélyesebb. Azt, hogy ma egészségesek vagyunk, és nincs a vírus, nincs a szervezetünkben koronavírus, csak 2 hét múlva tudjuk elég biztosan megmondani, ha a következő 2 hétben nem lesznek tüneteink. Ezért kérjük, hogy mindenki viselkedjen úgy, mintha fertőző lenne. Beteg pedig az az ember, akinek a szervezetében már benne van a koronavírus, és tünetei is vannak. Ő is fertőz. A megszokott gyógyszereket hogy lehet föliratni, panaszokkal milyen orvoshoz lehet fordulni, ez így a következő fejezet, amiről még beszélni szeretnék, ugyanis megváltozott a rend, már nem úgy vannak rendelések és rendelési idők, mint eddig. Ha valakinek bármilyen panasza van, akár korábbi krónikus betegsége miatt, akár új panasza, legyen az légúti panasz, vagy más jellegű, legelőször is hívja fel telefonon a házi orvosát. A házi orvosával meg tudja beszélni, mi a teendő. A gyógyszerek felírását is telefonon kell kérni a szokásos rendelési időben. A recepteket elektronikus formában írjuk fel, nem kell papírformájú receptért jönni, hanem lehet a patikánba menni a gyógyszerekért egyenesen. Csak az inkontinencia betéteket, az inzulinos tűket, vércukorméréshez a csíkokat és a kábítófájdalom csillapítókat írjuk még mindig papír alapú receptre. De ezt telefonon el fogjuk mondani mindig a betegeknek, ha ilyenre van szükségük. A szakrendelő intézetben korlátozottan érhetőek el a rendelések. A 259-611-es telefonszámon kell a szakrendelőt is először felhívni, és érdeklődni, hogy milyen rendelések, milyen esetekben, hogyan érhetőek el. A telefonok folyamatosan csörögnek, kérjük Önöket, hogy türelmesen próbálják újra hívni a telefonszámokat. A szakrendelőben beléptető pont van kialakítva, egy orvos is segíti itt a munkát. A bejárat előtt kívül kell várakozni, és az asszisztensek egyenként engedik be a betegeket. Mindenkinek hőt mérnek, hőemelkedéssel, lázzal, borútos panaszokkal nem lehet az épületbe belépni. A sürgős betegek ellátása zajlik elsősorban. A szakrendelőben sebészet, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, labor, röntgen, kardiológia és nőgyógyászat rendelések vannak. Mindenhová telefonon kell bejelentkezni, és a panaszok alapján lesz eldöntve, hogy mikorra tud az intézet időpontot biztosítani. Végezetül, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy fegyelmezett és felelősségteljes viselkedésünk nagyon-nagyon fontos, legyünk nagyon óvatosak, vigyázzunk magunkra és a többi emberre egyaránt. Maradjunk otthon, csak annyit menjünk el otthonról, amennyit feltétlen szükséges. Álljunk egymástól 2 méter távolságra, használjunk szájmaszkot,
minimalizáljuk a személyes találkozások számát, kerüljük a csoportosulást. A koronavírus által okozott betegségnek nincs speciális gyógyszere. Fontos, hogy a szervezetünket erősítsük, az immunrendszerünk, védekező képességünk a betegségekkel szemben legyen minél erősebb. Tegyünk vitaminokat, különösen A, C, D-vitamint, cinket, szelén. Sportoljunk, ez is erősíti a védekező képességünket. Amit tudunk, sportoljunk otthon, de el lehet menni futni, nagyot sétálni. Ekkor is szem előtt kell tartani, hogy nem másokkal együtt, hanem vagy egyedül, vagy csak is azokkal, akikkel egy háztartásban élünk, és otthon is össze vagyunk velük zárva. Nem könnyű időszak ez számunkra. Most érezzük, hogy mennyire társas lények vagyunk. Érezzük, hogy az eddig természetesnek vett társaság mennyire hiányzik. A munkahelyi baráti társaságok összejövetelek hiányát érezzük, vagy csak például azt, hogy milyen jó is egy kicsit beszélgetni az ismerősökkel az utcán. Nehéz a gyerekeknek is otthon az osztálytársak barátok nélkül. Használjuk ki most az internet, a telefon adta lehetőségeket, és próbáljunk ilyen módokon beszélgetni egymással, a kapcsolatokat tartani, ápolni. Fordítsunk nagyobb figyelmet az idős hozzátartozóinkra, ismerőseinkre. Azt gondolom, ez az élethelyzet az ő számukra még nehezebb. Keressük ennek a helyzetnek is a pozitívabb arcát. Több időt és figyelmet tudunk a családunkra fordítani, amiből eddig kevesebb volt. Előkerülhetnek a poros kártyák, társasjátékok, előtérbe kerülhetnek a nagy beszélgetések. Ennyit szerettem volna elmondani, és mindenkinek jó egészséget kívánok. A Kistelki termálfürdő bővítéséről tájékoztatott minket Domonics János. Szeretettel köszöntöm a Kistelek TV és a megjelent média képviselőit ezen a rendkívüli sajtótájékoztatón. Én Domonics János vagyok, a Kistelek Városi Önkormányzat projektmenedzsere, ezért a pályázatért felelős. Azért mondom, hogy rendkívüli ez a sajtótájékoztató, mert nem lehet jelen a kivitelező, nem lehet jelen a műszaki ellenőr képviseletében, senki, sőt az önkormányzat képviseletében sincs polgármester úr, és a meghívott vendégek se lehetnek jelen. A koronavírus járvány miatt sajnos Magyarországon ezeket a rendezvényeket betiltották. Viszont mindenképpen fontosnak ítéltük azt, hogy tájékoztassuk a közvéleményt erről a pályázatról, arról, hogy hogyan is halad ez, vagy mikor is lehet esetleg vége. A jelen pályázat, amit itt a hátam mögött is látnak, Kisteleki termálfürdő bővítése a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg Kistelek város önkormányzata és három szerbiai partner közös együttműködésében. Ezt a pályázatot 2018. május 1-én indítottuk el közösen, és eredeti tervek szerint 19. augusztus végére kellett volna, hogy befejeződjön. Sajnos a tervezési időszakban és a kivitelezési időszakban is felmerültek bizonyos problémák, nehézségek, ami miatt körülbelül ez a fél éves késésünk felhalmozódott. Kisteleki szemszögből kettő nagyon fontos tevékenységet kell, hogy megvalósítsunk. Két fontos tevékenységet vállaltunk a projektben. Az egyik a Kisteleki termálfürdő körülbelül 160 négyzetméterrel történő bővítése, amelyben olyan egészség turisztikai centrumot tudunk létrehozni, ahol olyan szolgáltatásokat fogunk tudni kínálni Kisteleken, ami eddig még nem voltak. Így ki fog alakulni 4 darab masszázsszoba, lesz egy jacuzzi helyiség, és lesz egy infraszauna merülő dézsával, valamint, ami még eddig, még szerintem a Dél-Alföldön is ritkaság volt, egy karakalla wellness kádat is be tudunk állítani. Az építési tevékenység mellett természetesen arra is figyeltünk, hogy az épület összes szobáját be tudjuk rendezni megfelelő bútorzattal, a
karnisokon át a székekig, az asztalokig és a megfelelő lámpákig. Ezen kívül a másik fontos tevékenységünk egy weboldal létrehozása volt, ami úgy kell elképzelni, hogy Kistelek és Magyar Kanizsa virtuális útvonalon összeköti a településeket, és bemutatja a turisztikai látványosságokat, elérhető látványosságokat ezeken a településeken. Ez a weboldal már elkészült, ennek a címe a www.oasisprojekt.eu. Ezen az oldalon bárki megtekintheti a településeknek a turisztikai kínálatát. A pályázat jelenleg abban a stádiumban került, hogy a koronajárvány vírus miatt partnerekkel egyeztetve a pályázat felfüggesztése mellett döntöttünk. Ez azt jelenti, hogy április 10-től, amíg a járvány tart, és ezt a korlátozást nem oldják fel Magyarországon és Szerbiában, addig a pályázat tevékenységei szünetelnek. És ha feloldásra kerül ez a kockázati tényező, akkor 20 napunk marad a programok teljes körű befejezésére. Kisteleken egyébként most már olyan 60-75% között áll a kivitelezés, tehát igazából egy 25%-os építés tevékenység maradt hátra, amit a kivitelező ezután vállalni tud. Így most a pályázat befejező dátumát sajnos nem tudjuk megjósolni, ahogy a helyzet és a járvány elmúlik és feloldásra kerülnek ezek a korlátozások, akkor 20 napon belül maradéktalanul a pályázatban vállalt összes tevékenységet mi is, Kisterekváros önkormányzata és SZER partnereink is sikeresen be fogják fejezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.